Három nap múlva tartják a félidős választásokat az Egyesült Államokban, ahol az előrejelzések szerint jelentős republikán is előretörés várható. Az eredmények pedig erősen befolyásolhatják a jelenlegi demokrata párti elnök Joe Biden sorsát is. Washingtoni tudósítónk Nárai Balázs összeállítása következik. A lélegzet visszafojtott feszült várakozás két napja következik az amerikai közéletben. Bár a médiában még folytatódik a kampány, néhány nagy gyűlés is hátra van, de gyorsan peregnek a percek a választási visszaszámlálókon. Kedden eldől, hogy kié lesz a többség az amerikai törvényhozás két házában, 36 államban pedig arról is döntenek, hogy republikánus vagy demokrata kormányzó irányíthatja az adott szövetségi államot. A közvéleménykutatások enyhén republikánus többséget mutatnak, de a szavazás itt kizárólag egyéni jelöltekről szól. Az Egyesült Államokban pártlisták nem léteznek, a jelöltek testesítik meg a pártokat is. Az idei választásokat félidősnek nevezik, hiszen az elnöki ciklus felénél tartják. Ez lesz az első országos szavazás a két évvel ezelőtti rendkívül kiélezett, Trump-Biden elnök választási csata óta, amelyet emlékezetes körülmények között az utóbbi nyert meg. A szavazás egyfajta félidős ítélet is az elnök munkájáról, mondják az elemzők. Az elnök pedig nem népszerű. Nem véletlen, hogyha Joe Biden elnök egy eheti kampánybeszédében kijelentette, nem róla, hanem a teljes amerikai demokráciáról szól ez a szavazás, ami demokrácia szerinte pontosan a republikánusok jelentenek veszélyt. A republikánusok válasza erre az, hogy ennek a kormányzatnak a hogy megosztó ideológiai kérdésekkel foglalkozna, a polgárok mindennapos problémáival kellene törődnie. De nézzük, hogy a számok szintjén miről szól a választás. Összesen mintegy 258 millió választásra jogosult polgárról beszélünk. A kongresszus, azaz a törvényhozás alsóházában mind a 435 helyről szavaznak a választók. A felsőház, azaz a szenátus 100 tagú. Ebből idén 35 szenátor 6 éves mandátuma jár le. Itt várható a legkomolyabb csata, és itt a legnagyobb a tét, hiszen jelenleg 50-50 a republikánusok és demokraták aránya. A kongresszus két háza az országos hatáskörű testület, de ezek mellett 36 szövetségi államban új kormányzókról is voksolhatnak a polgárok, akik tulajdonképpen az egyes tagállamok államfői. Sok múlik azon, hogy kitölti be a tisztséget. Kormányzók mellett több helyütt az állami adminisztrációk vezetőit is megszavazzák, főügyészeket, állami pénzügyek irányítóit és egyéb tisztségekét a választások sora itt nem áll meg mert sok helyütt polgármestert, illetve megyei, városi, települési tanácsnokokat, iskolaszéki választott tisztségviselőket is választanak. Például Washingtonban, a fővárosban polgármester választás is lesz november 8-án. A lakónegyedekben hetek óta olvasható ezeknek a jelölteknek a neve szerte az utcákon a kihelyezett kis hirdetőtáblákon. A választási plakát errefelé nem annyira jellemző, ahogyan a televíziós választási reklám sem nagyon népszerű műfaj. Látni ilyet, de szintén nem jellemző. Több államban helyi népszavazásokkal is összekapcsolják a nagy választási napot, november 8-át. Hat szövetségi állampolgárai a terhesség megszakítás korlátozásának, vagy éppen teljes szabadságának kérdéseiről dönthetnek. Alabama államban pedig például arról, hogy a helyi alkotmányban megtiltsák-e, hogy a szakszervezeti tagság bármely munkaviszony feltétele legyen. Ami a részvételt illeti, 8 éve történelmi alacsony szinten volt a félidős választási hajlandóság. 4 éve rá, történelmi rekordra, 50%-ra emelkedett, és idén is megközelítheti ezt a mértéket. Az Egyesült Államok sok színű ország. Nem csak sok nemzetiség, sok kultúra él egymás mellett, de az ország különböző vidékeinek demográfiai összetétele és akár életmódja is meghatározó a választási hajlandóság és magatartás szempontjából. Idén a spanyol ajkú közösség republikánusok felé mozdulásáról szólt sok elemzés. Mindig kérdés, hogy a feketik kimögé sorakoznak fel. Az elmúlt napokban a Wall Street Journal egy felmérésére hivatkoztak sokan, amely szerint sok helyen meghatározó lehet a kongresszusi választást tekintve a középosztálybeli háziasszonyok szavazata, akik hagyományosan mérsékelt demokrata érzelműek, ám az elmúlt három hónapban nagyobb arányban álltak át a republikánusokhoz. Mint hogy többségében családanyákról van szó, akik háztartást vezetnek, így ők azok, akik közvetlenül megérzik a rekordmértékű inflációt, azt, hogy mennyivel drágább lett az élet az elmúlt másfél-két évben. Természetesen rengeteg a nyitott kérdés. A kutatások szerint a képviselőház nagy eséllyel fordul át republikánus többségűvé. A nagy kérdés a szenátus, amelynek színezete két-három billegő államon múlhat. Ide tartozik Pennsylvania, Georgia, valamint Arizona és Nevada. De a végső ítéletet a választók hozzák, amiben a meglepetések is benne vannak. A választás előzetes eredményei helyi idő szerint kedden éjszaka várhatók, az előzetes végeredmények pedig szerdán lehetnek meg.